Jó reggelt kívánok a kedves tanulótársamnak! Van még egy okunk a ma reggeli örömködésre, mégpedig az, hogy ma be fogjuk fejezni a Skálim traktátust. Már úgy a szívünkhöz nőtt ez a szechet, de szerintem a következő az még inkább a szívünkhöz fog nőni. És itt az alkalom, hogy egy bejelentést tegyek, nem akarom túlságosan drámainan előadni, mert nem akarok olyasmit magamra vállalni, ami nem biztos, hogy sikerülni fog. De teszünk egy próbát. A következő meszehettől, ne nézz ilyen szigorúan, Gábor. Szóval a következő könyvtől egy próba következik, és ha minden jól megy, írásban is megkapjátok az aktuális Talmudlapot. Magyar fordításban. Mondom, nem ígérem, hogy ez végig sikerülni fog, de teszünk egy próbát. Úgyhogy az első lap már majdnem megvan. Az a tervem, hogy minden nap előre feltöltjük a napitalmud.hu oldalra, onnan le tudjátok tölteni, és akkor a következő nap tanuláson már tudjátok használni, tudjátok a szöveget a magyar fordítással olvasni, de még egyszer mondom, nem ígérem, hogy ez sikerülni fog végig, reméljük, meglátjuk, ha Jóisten ad hozzá erőt, akkor talán sikerülni fog. És úgy lesz, hogy nem szavanként, hanem pár soronként van kiemelve a héber szöveg, kipontozva, és így a szöveget talán követni is fogjátok tudni. Remélem, hogy ez menni fog. Minden esetre, most egyelőre még ez csak a reményünk, most pedig térjünk vissza a mai valóság talajára, a valóság mai talajára. Látjátok, hogy mögöttem különben gyönyörű, most látom, az illusztrációk azok váltják egymást. Jó reggelt kívánok, Mári! Nyújság New Delhi-ben. Rég láttalak. Oké. Drága barátaim, a Skálim traktátus 21-es lapjának az alján tartunk, és ma a 22-es lapot fogjuk tanulni, egyben ez az utolsó lapja ennek a könyvnek, és egy kicsit felfrissítsük, hogy miről is volt szó tegnap este. Tegnap este a szentélyben található gyönyörű függönyökről volt szó, amelyek tulajdonképpen nem is függönyök, hanem nagyon vastag, szőnyegszerű függönyök voltak, szőt, font függönyök, és a Misna elmondta, hogy ezek milyen hatalmasak voltak, 300 pap, 300 kohén kellett arra, hogy ezeket elmozdítsák a helyéről, hogy bevigyék a mikvébe, hogyha tisztátalan lett, akkor belemártsák a rituális fürdőbe, utána kiterítették kint a pihenőn, a szentély körüli pihenőn, hogy lássák a többiek is, hogy milyen szép. Arról is szólt, hogy milyen drága volt, és hogy milyen sok pénzbe került, és így tovább. És most ennek a részleteibe fogunk belemenni, mégpedig abba, hogy milyen módon szőtték ezeket a szőnyegeket. Ugye a Misna azt mondta, akkor nima ve nima eszlim árba chutin. A Misna azt mondta, hogy a vastagsága ennek a szőnyegnek, vagy ennek a, nem szőnyegnek, mert ugye ez lógott, tehát nem a földön volt, ennek a függönynek az egy tefach volt, egy ökölnyi vastag volt. Abban volt már hangszigetelés. Egy ökölnyi vastag volt egy ilyen függöny, és 72, na itt senki nem jött, köszönöm szépen Kárpit, igen, köszönöm szépen Kata, akkor segítsetek abban, hogy mi ez a kifejezés, mikor a szövőszéken van két hosszanti szál, ugye, amin átvezetik a kereszt szálakat. Na ezeket a hosszanti szálakat hogy hívják magyarul? Mári, te vagy a magyar tanár. Mondd meg, hogy mondják ezt magyarul. Na ebből, ezeknél a szőnyegeknél nem kettő volt, hanem 72. El tudjátok képzelni, milyen vastag lett az a kárpit. Most ugye minden a hosszant irányban 72 szál volt, kereszt irányban pedig 24.
Tehát amit átdobta keresztirányba a 72 szál között, az 24 szál volt. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Ezt fogja kifejteni a Brájta. Ilu a márhút, echod, azt mondja a Brájta, ha csak azt mondta volna, hogy szál, a szál az egy. Ha azt mondta volna, hogy kaful, hogy dupla, akkor az kettő. Sazur, szőt, az három. Masszar, az a sazurnak a fokozása, az hat, az a duplája a sazurnak. Árba, és ugye tehát akkor a kifejezés, amit a kárpitnak a szövésére használta, az... azt úgy nevezte a Tóra, hogy mozzor, sés mozzor, szőt mozzor. A mozzor az hat szálból áll. Igen ám, de volt négyféle szín. Négyféle színű szál volt. Volt egy tréles, egy kék, egy lila, egy vörös és egy len szál. Akkor ez 4x6, az 24, akkor így tudjuk, hogy 24 szálból volt az a, hogy 24 szálat vetettek át a felvetőn. Köszönöm szépen, Mária. Felvető az a hosszanti szál ezek szerint. Tani, Slaisom, Slaisimu Stein. Egy másik vélemény szerint nem 24-et, hanem 32 szálat vetettek át a felvetőn. Honnan tudjuk, hogy ez így van? Ő ugye ezeket a szavakat értelmezi csak másképp. Hut echad, a hut az lenne egy, a kafu lenne kettő, a sozul lenne négy, a mozzor az 8, 8x4 az 32, tehát 32 szálból áll. Van egy harmadik vélemény, egyre fokozzuk a vastagságát a kárpitnak. Tanár Bajmus Majna, egy harmadik vélemény szerint 48 szálból állt. Miért? Ino már hút lenne, akkor lenne egy, kaful az kettő, klia, bejön egy új kifejezés, a klia, az is a szövésnek egy szinonimája, akkor lenne három, sozur az lenne hat, mozzor az 12, 12-ször 4, az 48. Szóval hatalmas volt ez a szőnyeg, ez a kárpit, és hatalmas szövőszéken készült. Megyünk tovább. Mit jelent az, amikor a Tóra azt mondja erről a Parajhezről, erről a kárpitról, hogy Maserokém hímzett anyag. Kassz vehodai mém Masecha is, vagy másokként pedig azt mondja, hogy hát ezt nehéz lenne lefordítani, de milyen? Nem. A Masecha is, azt jelenti, hogy valami, amihez egy tudomány kellett. Olyan speciális hímzés. Mi a különbség a kettő között? Mászerőjkém párcuf, elhagy mászekha is, és nép párcuf is. Mászerőjkém, az sima hímzés az az, amikor egy oldalán van az anyagnak egy hímzett forma. Mászekha is az az, amikor mind a két oldalán van. Bármelyik oldalról nézed a kárpitot, van rajta egy hímzett forma, tehát két oldali forma. Nem egyértelmű, hogy ilyenről van szó. Az egyik lehetőség, hogy az egyik a másiknak az inverze. De most ehhez még hozzáteszi, hogy hudóra, hembja, hádamon, mászer, őjkém, árimikán, ve halakmikán, mászer, hajsem, árimikán, ve árimikán. De mi hudóra, hembja, vitatkoznak, hogy mit jelent ez a különbség, hogy az egyik olyan, ami csak egyoldalú hímzés, a másik kétoldalú hímzés. Az első magyarázat az az, amit a Kálmán mond, hogy az egyoldalú hímzés az az, amikor az egyik oldalról látsz egy oroszlánt, a másik oldalon nem látsz semmit. A két oldali hímzés az az, amikor mind a két oldalon látsz egy oroszlánt. A másik vélemény viszont azt mondja, hogy nem. Az egy oldalú hímzés az az, amikor az egyik oldalról látsz egy oroszlánt, a másik oldalról látod annak az inverzét. A két oldalú hímzés az az, amikor az egyik oldalról látsz egy oroszlánt, és látsz egy sast a másik oldalon. Azt mondja, hogy úgy csinálták meg, hogy a két oldalán két különböző fajta hímzés volt. Az egyik oldalon volt egy, mondjuk egy oroszlán, a másik oldalon volt egy sas. És ilyen volt ez a függöny, ilyen volt ez a kárpit. Jó vastag volt, és ráadásul hímzett volt, és a hímzés az egyik oldalon másmilyen volt, mint a másik oldalon. Oké.
Mit mondott még? Bismoinim ustáim riboi hajszenászesz. Azt mondta a Talmud, hogy olyan drága volt ez a szőnyeg, vagy ez a kárpid, hogy 820 ezer aranypénzbe bekerült. És 300 kohanita kellett ahhoz, hogy megfogják és kivigyék. Ugye ilyen vastag volt, és azt mondtuk, a mérete volt 40x20, ama, az 20x10 méter, 200 négyzetméter nagy, az tényleg elég. És ilyen vastag, akkor az egy elég komoly dolog lehetett. Mégis a Talmud azt mondja, de Yitzchak bár bizna be sem rab Shmuel guzma. Azt mondja, ez túlzás. Ez egy túlzás, így van. Ez egy túlzás. Mert emlékeztek, hogy tanultuk, hogy bárhol a Talmudban valamilyen nagy számot akar mondani, és azt mondja, hogy 300, emlékeztek, volt valaki, akire azt mondta, olyan gazdag volt, azt hiszem Korach talán, nem biztos, olyan gazdag volt, hogy csak a kincstárainak a kulcsait 300 szamár kellett, hogy vigye. Ugye? Most amikor azt mondja a Tóra, hogy valami, a Talmud valamire, hogy 300, akkor az gyakran egy guzma, egy túlzás. Csak akar valami nagy számot mondani. És itt is azt mondja, Yitzchak bár Bizna Shmuel nevében, hogy ez egy túlzás. Ha már túlzásokról van szó, akkor még egy pár túlzást itt említünk. Támantan innan tanultuk ott, Pamim hajsza, haja leak slöismöisz kajr, a hamu, ami összegyűlt a közösségi áldozatokból az oltáron, nagyon sok volt, ugye naponta ezt levitték, ezt a hamu, de volt, hogy olyan sok áldozat jött össze, hogy nagyon sok jött össze. És mit mond a Talmud, a misna? Pámim haja leak slöismöiszkaj, hogy előfordult, hogy 300 kor hamu gyűjt össze a oltáron. Egy kor az 432 liter. Akkor az 4000, 40000, 120000 liter. Az mennyi? Az sok? Elég sok. Nem 100, 120000 liter, az nem 120 köbméter. Milyen? 1000 liter egy köbméter. 120000 liter, az 120 köbméter. Az 6 kamion. Igen. Ez elég sok. És erre mondja ezt a Talmud, hogy nem jöjjön a Sémrep Smuel Guzma, hogy ez is egy túlzás volt. Itt is a 300-as számot használta, az egy túlzás volt. Oké. Okay. Idáig tartott a Kárpitnak a kérdése, a következő téma, a következő misna, ami az utolsó előtti misnája ennek a könyvnek, az arról szól, hogyha a Tóra azt mondja Mózes 3. könyvének 7. fejezetének 19. mondatában, hogyha az áldozati hús tisztátalanná válik, nehogy Isten, akkor azt el kell égetni. Nem szabad megenni, el kell égetni. Ugye nem csak egy tisztátalan ember nem ehet áldozati húst, hanem az áldozati hús maga sem válhat tisztátalanná, ha azzal válik, akkor el kell égetni. A kérdés az, hogy hogyan kell elégetni, hol kell elégetni, milyen tisztátalansággal válik tisztátalanná, és így tovább. És emlékezzetek vissza, hogy amikor a tisztátalanság szabályról tanultunk, akkor azt mondtuk, hogy ennek van egy hierarchiája, és van az úgynevezett avhatuma, a tisztátalanság forrása, és vannak vládhatuma, a tisztátalanságnak a további hogy, fokozatai, vagy további szintjei, vagy származékai. Származékai. Akkor nézzük. Magának az áldozatoknak is két szintje van, ugye? Van a Kocsé Kodosim, a szentek szentje, ez itt nem a helységet jelöli, hanem a nagyon szent áldozat, amit a csarnokon belül kellett elégetni, fölvinni az oltára és fogyasztani. És van a Kocsim Kálim, és vannak az enyhébb szentségű áldozatok. Akkor ezek a szempontrendszerek, tehát hogy milyen szentségfokú az áldozat, és milyen fokú a tisztátalanság, amihez hozzáért, ezek azok, amik meg fogják határozni a következő misnának a szabályait. Szárkacsék a dasim sinit, ma bén báva tuma bén bevláda tuma bén bifnim bén bachuc, és sáma jönni a kalli szarev. Mit sáma a következőt mondja, mindegy, hogyha ha egy magasabb fokú szentségű áldozatról van szó, akkor mindegy,
hogy az milyen szintű tisztátalanság révén lett tisztátalan, és mindegy, hogy a tisztátalanság az a csarnokon belül, a szentélycsarnokon belül, a szentélycsarnokon kívül érte, mindenképp a szentélycsarnokon belül kell elégetni. Oké? Okay? Hucz misen itt már ávattum ebbe hucz, kivéve, hogyha a tisztátalanság forrása által vált tisztátalanná, és a szentélycsarnokon kívül. Akkor ez egy nagyon nagy fokú tisztátalanság, és már kívül van a szentélyen, akkor nem hozzuk be a szentélycsarnokon belülre azért, hogy elégessük. Amúgy mindig a szentélycsarnokon belül kell elégetni. De hogyha a legmagasabb fokú tisztátalanságá vált tisztátalanná a szentélycsarnokon kívül, akkor nem hozzuk be elégetni. Elég sok vélemény lesz, úgyhogy nem ígérem, hogy mindenki fejből fogja tudni. Ez Bét Sámály véleménye, ugye sok variáció van. Bét Hillel azt mondja, hákol iszajba chucz misen itma bábla tuma bifnim. Bét Hillel az a másik véleményt mondja. Azt mondja, mindegyiket kint kell elégetni a csarnokon kívül, kivéve, hogyha a tisztátalanság származéka által vált tisztátalanná a csarnokon belül. Akkor a csarnokon belül kell elégetni. Eddig követhető? Oké? Okay? Szóval, Bét Sámály azt mondja, mindig a csarnokon belül kell, be kell vinni elégetni. Kivéve, ha nagyon nagy lett a tisztátalanság, mert egy magasfokú tisztátalanság forrásából vált tisztátalanná, akkor be kell vinni, akkor kint kell hagyni a szentélycsarnokon kívül. Hogyha a szentélycsarnokon kívül vált tisztátalanná. Ez Bét Sámály. Bét Hillel azt mondja, nem, mindig kint kell elégetni. Kivéve, hogyha a szentélycsarnokon belül vált tisztátalanná egy enyhe fokú tisztátalanság révén. Ez a másik vélemény, harmadik vélemény. De lezer, hogy miért sem itt ma báva tuma bémi fnim, mert hoc is szarjába hoc, és itt báva láda tuma bémi hoc bémi fnim, és szarjába fnim. De lezer azt mondja, az a kérdés, hogy milyen fokú tisztátalanság által vált tisztátalanná. Ha egy magas fokú tisztátalansága, a tisztátalanság forrásával, ávatuma, akkor el kell égetni kint. Nem lehet bevinni a szentély, nem a szentély csarnokon belül égessék el. Hogyha bevládatuma, hogyha a tisztátalanságnak csak egy alacsonyabb szintű fokával vált tisztátalanná, akkor el kell égetni, el lehet égetni bent. Csak az a kérdés, hogy nem kérdés az, hogy hol vált tisztátalanná, csak az a kérdés, hogy mi által vált tisztátalanná. Ez a harmadik vélemény. Rabbi Akiva, mert Rabbi Akiva pedig azt mondja, makom tu masszaim samszai faszai, mindig ott kell elégetni, ahol tisztátalanná vált. Pak. Oké? Okay? Próbáljuk meg megismételni. Bét Sámály azt mondta, mindig bent kell elégetni, kivéve, hogyha magasfokú tisztátalansággal vált tisztátalanná kint. Akkor kint kell elégetni. Bét Hillel azt mondja, mindig kint kell elégetni, kivéve, hogyha egy alacsony fokú tisztátalansággal vált tisztátalanná bent. Rabbi Lezer azt mondja, hogy mindig ott kell mindig a magas fokú tisztátalanságot kint kell elégetni, az alacsony fokú tisztátalanságot bent kell elégetni. És Rabbi Akiva azt mondja, hogy mindig ott kell elégetni, ahol tisztátalanná vált. Bárka polai, mert áva tumad vártaira, vel áva tumad ivreje. Rabbi Yehonan amár beinzebe zed vártaira. A kérdés az, hogy mit jelent az, hogy magas fokú tisztátalanság és alacsony fokú tisztátalanság. Ugye eddig mi ezt úgy magyaráztuk, hogy a tisztátalanságnak a fokozatai. Azt mondtuk, hogy van egy hierarchia. Van a forrása a tisztátalanságnak, és vannak a későbbi származékai a tisztátalanságnak. Ez valóban az egyik értelmezési lehetőség. De van egy másik értelmezési lehetőség is, hogy a magas fokú tisztátalanság az az, ami a tórai értelemben tisztátalan. Az alacsony fokú tisztátalanság az az, ami csak a rabbinikus szabályok okán tisztátalan. És ez a két magyarázat van. Bár Kapara azt mondja, hogy amikor a Misna arról beszél, hogy magas fokú tisztátalanság, az a tórai tisztátalanság. De, és amikor azt mondja, hogy a tisztátalanság származéka, akkor az a rabinikus tisztátalanság. De mi jöjjük, az viszont azt mondja, hogy mind a kettő tórai tisztátalanság, csak a magas fokú tisztátalanság, a tisztátalanság primér forrása, a tisztátalanság származéka, az pedig a következő, a hierarchiában következők a sorban. Oké, okay. Akkor nézzük meg Rabbi Yochanan véleményét. Rabbi Yochanan ugye akkor azt mondja, hogy minden tisztátalanság, amiről a Tóra beszél, amiről a Talmud itt beszél, a Misna beszél, az tórai tisztátalanság. A különbség csak az, hogy mi az, ami a tisztátalanság primér forrásával van, és mi az, ami a tisztátalanságnak a származéka. De hogyan lehet ezt összeegyeztetni, például Bét Sámály véleményével?
De Rabbi Yochanan, de Bei Shammai, de Bei Shammai, én rákkal is Rabbi Fnim Chutz, mis nitma Bava Tumah Bechutz, Bava Tumah Bechutz, má bein bevelada Tumah Bechutz, zer ve zer, lőd vár tajrahu. Azt mondja, nézzük először Bei Shammai. Bei Shammai mit mondott? Hogy mindent bent kell elégetni, kivéve azt, ami kint lett tisztátalan, és a primér, a magasabb fokú tisztátalansággal. De hogyha én is úgy is mindegyik tórai tisztátalanság, akit érdekel, hogy most az kint magasabb fokú vagy alacsonyabb fokú tisztátalansága, mind a kép tórai tisztátalanságra van szó, akkor miért tenne különbséget akközött, hogy kint vagy bent? Ez egy kérdés Bét Hillelre. Vá fülöd Bét Hillel, áld Bét Hillel, löj máksaja. De Bét Hillel, amár akkor is szabe húzkoz, mi sem tudom, hogy tudom, hogy fném, mábim, mert tudom, hogy fném, mábim, mert tudom, hogy fném, zervezet várt ajra. Ugyanezt a kérdést fel lehetne tenni Bét Hillelre is, csak pont fordítva. Bét Hillel mit mondott, hogy mindent égessenek el kint, kivéve azt, ami alacsonyabb fokú tisztátalansággal vált tisztátalannál bent, és kit érdekel, hogy az alacsonyabb fokú, az is tórai tisztátalanság, akkor miért lenne enyhébb a megítélése? Magyarul, hogyha igaza van abban, Rabbi Yochanannak, hogy mindegyik tisztátalanság, amiről itt szó van, az tórai tisztátalanság, akkor kit érdekel, hogy az ávatuma vagy vládatuma, hogy ez magasabb fokú vagy alacsonyabb fokú tisztátalanság, tórai tisztátalanság, akkor miért tennék különbséget közötte, hogy mikor égetem bent és mikor égetem kint? Nincs erre jó válasz, úgyhogy akkor megyünk tovább, Bárka Para véleményét vizsgáljuk. Bárka Para ugye mit mondott, hogy a magasabb fokú tisztátalanság az a tórai tisztátalanság, az alacsonyabb fokú tisztátalanság az a rabbinikus tisztátalanság. Lai hávú bérában an ellad áld Bárka Para, ve kása de Bárka Para, de bés sámár, de bés sámár, hogy mellákkal is szabifném, chutz, mis nincs ma bávatóma, chutz, má bén bávatóma, bén bachutz, bén bifném, zevezelőid vártajrahu. De nézzük meg akkor Bárka Para véleményét. Mind van Bárka Para, hogy az ávatuma, a magasabb fokú tisztátalanság az a tórai tisztátalanság, akkor nézzük meg ezt most, és az alacsonyabb fokú az a rabbinikus. Akkor mi az oka annak, hogy ugyanazt a jellegű kérdést fogjuk föltenni, mint az előbb Rabbi Yochanan véleményével, akkor mi az oka annak, hogy Bét Sámai azt mondja, hogy mindent el kell égetni bent, kivéve azt, ami ávatuma, a tisztátalanság primér forrásával vált, vagy magasabb fokú tisztátalanságával vált tisztátalannál kint, azt kint kell elégetni. Kit érdekel, hogy az mi a különbség, hogy kint vagy bent, ez a tórai tisztátalanság? Akkor ugyanúgy kint kéne elégetni mind a kettőt. Azt mondja, a tóra, meg kint, rábbi, ki van már, makaim, tumaszai, samte, hejszré, faszai. Azt mondja, a Talmud meg fogjuk érteni ezt a Bét Sámáj véleményét az alapján, amit Rabbi Akiva mondott. Mit mondott Rabbi Akiva? Hogy mindent ott kell elégetni, ahol tisztátalanná vált. Ez az alapállás. És valójában a mostani értelmezés szerint mindenki ezt fogadja el alapként. Mi a különbség? Mit tesz ehhez hozzá Bét Sámáj? Bét Sámáj azt mondja, hogy ez igaz, de van egy kivétel. Amikor a magasabb fokú tisztátalanságá vált valami tisztátalanná kint, magasabb fokú tisztátalansággal vált valami... nem, még egyszer. De ugye Kiva azt mondta, hogy mindent ott kell elégetni, ahol tisztátalanná vált. Ezt alapból elfogadja Bét Sámáj, de azt mondja, hogy csak ott járunk el ennek a szellemében, ahol a magasabb fokú tisztátalanságról beszélünk. És ezért azt mondja, hogy ami magasabb fokú tisztátalansággal vált tisztátalannál kint, azt kint kell elégetni. De minden másnál már nem így járunk el. Ugye, ami magasabb fokú tisztátalanság és tisztátalannál vált benn, azt Rabbi Akiva szerint is bent kéne elégetni. Ami alacsonyabb fokú tisztátalansággal vált tisztátalannál bent, azt is Rabbi Akiva szerint bent kéne elégetni. Ami alacsonyabb fokú tisztátalansággal vált tisztátalannál kint, itt van a vita, Bét Sámáj és Rabbi Akiva között. Rabbi Akiva azt mondja, hogy azt kint kell elégetni, és Sámáj azt mondja, hogy nem, ezt be lehet vinni, mert ez egy alacsonyabb fokú tisztátalanság van. Fildebé szíl, hogy mák sérde, vagy szíl, amelák, hogy szabja húzkoz, és nem bár túl, már bémit nem tudom, bémit nem tudom, húzkoz, ez elő, mint Brémú. Azt mondja a Talmud, akkor nézzük meg most Bét Hillel véleményét. Ő mit mondott, hogy mindent kint kell elégetni, kivéve azt, ami enyhe tisztátalanságá vált tisztátalanná bent, az bent kell elégetni. De hogyha az enyhe tisztátalanság azt jelenti, hogy rabbinikus tisztátalanság, akkor miért csak akkor kell bent elégetni, ha bent vált tisztátalanná? Így is úgy is csak rabbinikus tisztátalanság, akkor azt is bent kéne elégetni, ami kint vált tisztátalanná.
Azt mondja, a Talmud beginn Rabbi Simon Amar már halai máskösse, mert szöjjön is tálkodhutszom áhnesz. Azt mondja, amit Hillel élményt meg fogjuk érteni az alapján, amit Rabbi Simon egy másik helyen mondott, ami arról szólt, emlékezzetek vissza, hogy volt róla szó korábban, hogy vannak különböző zónák. Ugye van Machne Shchina, Machne Levia, Machne Yisrael. Van az isteni, az Isten tábora, a léviták, papok tábora és a Izrael tábora. És különböző tisztátalanok különböző helyekre nem mehetnek be. Ugye ki az, aki teljesen táboron kívül kell, hogy menjen, Izrael táborán kívülre is, ez a leprás. A kérdés az az, hogy csak a leprás, vagy az is, amihez a leprás hozzáért. És itt általában azt mondjuk, hogy az, aki a leprás maga, de a leprásnak, amihez hozzáért, az nem. Viszont Rab Simon egy külön véleményen van, és Rab Simon azt mondja, hogy az, aki amihez a leprás hozzáért étel, azt is ki kell vinni. Ki kell vinni a táboron kívülre. És Rabbi Hillel azért mondja, hogy mindent, amit lehet, vigyünk be a szentélybe elégetni, mert akarja hangsúlyozni, hogy nem értünk egyet Rabbi Simonnal. És az ételt ezért be kell vinni. Oké, idáig tartott ez a kérdés. Most pedig áttérünk az utolsó misnában arra, hogy az áldozatoknak az oltáron elégetett részét hogyan égették el. Ugye, hogy nézett ki? Ugye volt minden áldozatnak legalább egy bizonyos része, amit az oltáron felajánlottak, elégettek. Ez nem úgy nézett ki, hogy fölvitték az oltára és rögtön elégették, hanem ilyen fokozatosan vitték föl, bekészítették. Először fölvitték az oltára, és általában az, ugye az oltára fölvezetett egy keves, egy rámpa. És a rámpának különböző pontjaira helyezték el ezeket a belső részeket, vagy amit a Tóra előírt, hogy fel kell ajánlani a oltára. Lementek, végeztek már más szolgálat, utána visszajöttek, és fölvitték magára, fölvették a tűzre. És ezt részletezi a Tóra, vagy a misna, hogy hogyan történt ez. Azt mondja misna, én variát tamidni tanimjen, mert heci kevesülem által. A tamid áldozatnak, a állandó napi áldozatnak, tehát a reggeli délutáni tamid áldozatnak a részeit, amit el kell égetni az oltáron, azt az rámpa felétől egy kicsit lejjebb helyezték el. A rámpának a nyugati, tehát a balkézes felé eső részén. Oda lerakták. Sel muszafini tanami hetszer kevesen mátab mizrach. A muszaf áldozatokat, tehát hogy a szombat vagy ünnepnapi muszafot kellett még pluszban a fix napi áldozat mellé tenni, azt a rámpának a másik oldalára, a jobb oldalára tették, ugyancsak nagyjából a fele alatt egy kicsivel. Sel rölsik a dasim ni taninál kárköve misz bejach milemála, és a újholdi, mint a mai muszaf áldozat, azt hova tették? Kárköve misz bejach. Kárköve misz bejach, az ad, ugye már egyszer beszéltünk róla, hova tűnt a tol? Ugye felülnézetből így nézett ki az oltár, mert így volt ez a lámpa, ami felvezetett az oltára. Az oltáron volt négy ilyen kis szarv, vagy bástya. Itt volt középen ugye a tűz, és ez a rész, ezt a részt írjuk úgy, hogy Kárkov Hamizbejach. Az oltárnak az a része, ahol a kohaniták jártak körbe. Mert ugye itt mi volt? Ez volt a csomó hamu volt ott. Középen égett a tűz. Akkor itt jártak körbe a kohaniták. Akkor mi is mit mondtunk? A támid áldozatot ide kellett rakni első körbe. A szombati muszafot ide kellett rakni. És a újholdi muszafot, azt ide kellett rakni. És utána jöttél vissza, és raktad rá a tűzre.
Megyünk tovább. Kérdés, új téma. Beszéltünk sokat, erről szólt az egész könyv, a félsékkel adományról. Mi a helyzet manapság? Ugye mi, régen mire költötték a félsékelt? A szentélynek a közösségi kiadásaira, áldozatainak a kiadásaira. Manapság kell-e hozni félsékelt, illetve más áldozatokat. Amikor nem áll a szentély, akkor van-e ilyen kötelesség? Illetve tegyük fel, hogy nincs ilyen kötelesség, valaki mégis csinálja, akkor mi van? Skalim, Vábi Kurim, én jönni, hágin el a bifnélbájsz. Azt mondja, a sékelek micvája, és ugyanígy a zsengék micvája, hogy a termés első részét föl kell finni a szentélybe, ez csak akkor érvényes, amikor akkor aktuális, kötelező, amikor áll a ház, áll a szentély. Ával májszer daggan, májszer behéma, bekhairesz, nejágin bifnélbájsz, bifnélbájsz, bifnélbájsz. Viszont a Meiser dagon, a gabonának a tizede, a Meiser behéma és a állat tizedelés, és az elsőszülött állat felajánlása, ezek mind akkor érvényesek, amikor áll a ház, és akkor is, amikor nem áll a ház. Magyarul ezeket a micvákat, ezeket teljesíteni kell, így is, úgy is. Ugye itt azt mondtuk, hogy a gabonának a tizede, az nem azt jelenti, hogy csak a gabona, az összes termés, tehát a gabona, a zöldség, a gyümölcs, ugye kell tizedelni. Most ha jól emlékszem, de nem akarok nagyon nagy butaságot mondani. Jó, inkább nem mondom. Oké, okay, ez a tized. Ha Magnus Kalimubikurim, akkor ugye azt mondtuk, hogy a félsékel és az első szülött állat, az ilyen kötelesség nincs manapság, amikor nem áll a szentély. Mi a helyzet, hogy mégis oda megyek? Szóval tessék, itt a félsékel. Vagy az elsőszülött állatot bemutatom. Nem elsőszülött állat, bocsánat. A zsengét, a első termést. Kevertem, bocsánat. Azt mondja, ha rézek aides, ha mégis megcsináltam, akkor a szentség belekapaszkodik. Az már szent lett. Mit kell vele csinálni? Ez egy másik kérdés, de mindenképp már profán szerelem lehet használni. De Simon Aimer, ha Aimer bikurim kaides, én an kaides. De Simon szerint nem. Ezt nem lehet szentélyt csinálni. Nincs ilyen kötelesség, hogy hozzál a zsengéket a szentélybe, illetve hogy hozzál félsékelt adományként, ezért ha én azt is mondtam, hogy ez a zsenge, ez legyen szent, az nem válik szenté. Oké? Okay? Idáig tartottam is. Most nézzük a Gemarát. Gemara azt mondja, Eze kárkjav visz bejach, ámma be keren le keren, makim hinuch leglelkő járni. Mi az a kárkov? Fejemet elmozdítom, és akkor látjátok mögöttem a képet. A kárkov az a köztes rész, ami a bástyák között van, ahol a kohaniták jönnek-mennek. Muszafi, sábeszmet szafeles, kajdes, mi kajdem. De szó volt itt a szombati és az újholdi muszafról. Arnak kapcsán, hogy hova kell helyezni az áldozatnak az oltára kerülendő részét, mielőtt a tűzre rátennénk. Kérdés akkor az, ha már erről van szó, hogyha szombat újholdra esik, vagy újhold szombatra esik, két muszafot is kell hozni. Ugye az imában manapság összevonjuk a kettőt, mondunk egy muszaf imát, vagy mind a kettő benne van. Mind a két témát említjük. De amikor állt a szentélyek, akkor kellett hozni két muszaf áldozatot. Melyik muszaf áldozat volt előbbre való? Az újholdi, vagy a sábeszi? Muszaf sábesz, mikajde, melyik az előbbre való? Mit kell előbb hozni? Kálmán, te mit gondolsz, melyik az előbbre való? Talmid Chacham. Tadir ve seinai, tadir, tadim kajdem. Van egy ilyen alapelv, amit már mondtunk többször, hogy ami gyakoribb, és valami kevésbé gyakori, mindig a gyakoribbat kell előbb. Ha? Ez egy vélemény. Valóban ez lesz az egyik vélemény, de van egy másik. Legalább az egyik vélemény.
Vír milyen szavár, mely már? Muszaf és Ábaz Mishra és Khaides, Muszaf és Khaides Khaimim. De Birmia úgy gondolta, hogy szerinte arra Khaides előbbre való. Ha jól adra Birmi min Adó, és honnan vette ezt? Nem értett egyet a Kálmánnal, hogy honnan vette ezt? Sírös és Ábaz, vagy Sírös és Khaides, Sírös és Khaides Khaides. Volt egy szokás, egy nagy szokás, egy micva, miközben mondták, hozták az áldozatot, a Tamid áldozatot a szentélyben, akkor a léviták énekeltek egy zsoltárt. Ugye? Van a Sirsel Yom. Minden nap az imában énekeljük a napi zsoltárt. Mindig beszoktuk mondani. Napi zsoltár, 93. oldal, 94. oldal, mindig változik, ugye? Miért? Honnan jön ez a napi zsoltár? Mert a kohaniták a Tamid áldozat közben ezt énekelték. Minden napnak megvolt a maga zsoltára. Amikor Sábesz volt, akkor a Sábeszi Muszafra énekeltek. Mivel amikor a Skaides volt, akkor arra is énekeltek. Ugye mi is hozzáteszünk a napi zsoltárnál, ma hozzátettük a Borchi Navsit. Volt egy extra ének. Na melyiket kell mondani előbb? Ha Sábeszre esik a Skaides, akkor melyik dalt kell előbb énekelniük? A Skaidesit. Ebből következik, hogy a Skaides áldozata is előbbre való, mint a Sábesz áldozata. Amarebjai szís, nája hitamon. De ez nem egészen fogják elfogadni. Miért? Rabbi Jaisz azt mondja, azt tanultuk ott az énekek kapcsán. De amarebb hiábesi emrebbi éjjel, hogy déle fársz, hogy déle sorra és hajdes. Azt mondja, mi az oka annak, hogy a szombatra esikre a hajdes, akkor a hajdes éneke előbbre való, mint a szombat éneke. Mert gyorsan tudtára akarták adni a közösségnek minél hamarabb, hogy a hajdes van, hogy új hold van. És azért előbb énekelték, mint a szombatot, hogy az embereknek fölhívják rá a figyelmet. Az, hogy szombat van, azt mindenki tudja. De az, hogy új hold, azt nem mindenki tudja, ezt előre akarták hozni. Viszont Brám Haha, viszont itt, amikor az áldozatról magáról van szó, Muszfej Sábesz, Muszfej Skaides, Muszfej Sábesz Kaidem, Ál Seim Kola Tadim Behavéröj, Kaidem Ez Havéröj. Viszont itt, amikor az áldozásról van szó, akkor az ünnepi, a sábeszi áldozat előbbre való. Ahogy a Kálmán barátunk mondta, Tadim, Seine Tadir, ha valami gyakori és valami nem gyakori, akkor a gyakori előbbre való, mint a nem gyakori. Akkor az áldozatban előbb volt a szombat, az énekben előbb volt a Skaides. Akkor hogy kell ezt csinálni? Kétszer a jajszer. Sajéket muszfej sábesz, vagy már nem sincs a Skaides. Mit csináltak? Hozták a szombati muszafázatot, és közben a léviták énekelték a Skaidesi éneket. Utána meghozták a Skaidesi áldozatot, és akkor a léviták közben énekelték a sábeszi éneket. Akkor volt egy ilyen zavar. De ez volt akkor tényleg a dolog, hogy előbbre való volt a énekben, előbbre való volt a Skaides, a hojisiákban, a áldozásban előbbre való volt a szombat. Most csak gondolkozom, hogy manapság érdekes, amikor a napi zsoltárt mondjuk, akkor előbb mondjuk a napit, és utána a Skaidesit. Oké. Megyünk tovább. Ugye azt, hogy arról volt szó, hogy ha valaki nem kötelező felajánlani a félsékelt és a zsengéket, de ha valaki mégis megtette, akkor a Misna azt mondta, az első vélemény, hogy a Skaides, azok szenté válnak, de Simon azt mondta, hogy nem, azok nem válnak szenté. Ha Skalim kacsum. Hogy értette a Rabbi Simon? Ugye a Misna azt mondta, hogy Misna első vélemény azt mondta, hogy nem válnak szenté. Vagy jött Rabbi Simon, és szó szerint azt mondta a Misnában, ha valaki azt mondja a zsengére, hogy szent, az nem szent. Akkor Rabbi Simon csak a zsengék státusza kapcsán vitatkozott a Tanakámával, a Misna első véleményével, hogy a zsengék és a félsékelek kapcsán vitatkozott. Értjük a kérdést? Azt mondja, a Talmud az első vélemény szerint csak a zsengék kapcsán. Másrebb Simon ben Yehuda szerint viszont nem, a zsengék és a félsékelek kapcsán. Szerintem a félsékelek sem állnak szenté. Oké. Okay. Különben, hogyha szenté válik egy ilyen, nem volt róla szó, de akkor mit kell vele csinálni? Manapság valaki azt mondja, ez a félsékel, ez legyen a félsékel adományom. Ha szenté válik, mit kellene vele csinálni? Hogy? Nagyon jó. Egy támét hachamunk van itt, be kell dobni a sóstengerbe, a holtengerbe. De mit mondtál, Gábor?
nem lehet profánát tenni, mert... Jó, most nem menjünk be, ez komplikált lenne. Bedobjuk a sóstengem. Ugye úgy tudnád csak profánát tenni, hogy valami már szenté válik. Akkor azzal mit kezdenél? Érted? Mindig, amikor profánát teszel valamit, akkor azzal szenté teszel valami mást. Ha nem oldottad meg a problémát. És mit kell csinálni? Az a pénz. És mit kell csinálni a zsengékkel? Azt hagyni kell, hogy elrohadjon, vagy elrohadják. Oké. Okay. Tani. Érdekes, nagyon érdekes kérdés jön. A betérésnél elvileg három dolgot kell csinálni egy férfinél. Körül kell metélnie magát, el kell menni a mikvébe, és kell hoznia egy áldozatot. Az áldozat, ez is galambfióka pár áldozat volt. Manapság valaki betér. Nem tud hozni áldozatot, de akkor nem teljes a betérés. Azt még pótolni kell. Félre kellett tennie pénzt, mondván, félre rakom a pénzt, én magamét megtettem, ha eljön a messiás és fölépül a szentély, akkor ebből meghozzuk a galambfiókát. Ez a kérdés. Azt mondja a Talmud, Tani, Gérbezmán az E, manapság, ha valaki betér zsidónak, Czarich lavi kinaire víz keszef, akkor kell hoznia, félre kell raknia pénzt a galambfióka fészekre, amiből majd hozni fogja a galambfiókát, a fölépül a szentély. Amerab Simon, bitla rabi éhnem, zákáj mi pneátak ala. Azt mondta később Rab Simon, hogy Rabbi Yochanan Zákáj, emlékeztek Rabbi Yochanan Zákáj volt az a nagy híres bölcs, aki Veszpániánusztól elkérte Jávnét és a bölcseket. Azt mondta, amikor már ostrom alatt volt Jeruzsálem, kiszabadult Jeruzsálem alól, ennek az ostroma alól, elment a hadvezérhez, és azt mondta, hogy legalább Jávnét add ide nekem, és elment, és odavitte a Sanhedrint, és így maradt meg a zsidóság tulajdonképpen, hiába elpusztult a szentély, Rabbi Yochanan Zákáj vitte tovább a stafétát. És ő később beszüntette ezt az előírást, hogy akkor tegyék félre. Ez hihetetlen, mert ma, azt mondjuk 2000 évvel a szentély pusztulása után, kicsit olyan misztikusnak tűnik, hogy valaki azt mondja, jó, akkor félreteszem, hogy ha majd fölépül a szentély, akkor majd meg lehessen. Ez elég misztikus dolog. De a Rabbi Yochanan Zákáj idejében ez egyáltalán nem volt misztikus. Mert egy hajszálon múlott egyáltalán, hogy a szentély elpusztult. És ugyanúgy, ahogy az első szentély, az oké, nem állt egy 70 évig, de utána újraépítették. Senki nem gondolta a Bőkhámen Zákáj ide, hogy 2000 éven keresztül nem lesz szentély. De átmenetileg nem lesz. De senki nem gondolta, hogy ez ennyi volt, most 2000 évig megszűnik. És ezért teljesen természet, nem is egy ilyen egzotikus dolog, hogy azt mondja, hogy félre rakni a pénzt, hát ha majd fölépül a szentély. Igen, ez bármikor megtörténhet, még az én életem során. Manapság is így van természetesen. De manapság ez egy spirituális dolog, az ember hisz abban, hogy eljön a messiás, stb. És fölépül a szentély. Bőkhámen Zákáj idején ez egy teljesen kézzelfogható közelségben volt, és mégis de a Bőkhámen Zákáj beszüntette ezt. Miért szüntette be? Mit néltak volna? Nehogy baj legyen belőle. Ugye milyen baj lett belőle? Ha én pénzt felajánlok valamilyen szentélybeli célra, akkor utána azt nem szabad profán célra használnom. Mi van, hogyha elfelejtettem, hogy ez a pénz egy szent pénz, és elkezdem profán célra használni? Ezért inkább ne tegyél pénzt, félre pénzt a betérés befejezése gyanánt. Máumip nehet a kallakáda, de Tani, mit jelent az, hogy baj történt belőle? Amit tanultunk, én ma kácsim, vagy ma rihim, vagy ma hnimin, bizmán ezzel, hogy tanultuk, hogy manapság általában az ember ne ajánljon fel egy állatot önkéntes felajánlási áldozatként, és ne adjon erhint, ugye az, amikor valaki saját magát felajánlja, vagy valakit felajánl pénzben, értékben. Akkor ilyenkor azt mondják, mennyi a te értéked, és azt a pénzt be kellett fizetni a szentélynek, és ugyanígy ne tegyen semmilyen fogadalmat, amivel a szentélynek felállást tesz. Miért? De im higdis a herich a hechrim hak szusz tiszarev, ha mégis így jártál, bocsánat, miért ne csinálja el, miért ne csinálja azért, hogy ne legyen belőle baj, hogy ne használja ezeket profán célra. Ha mégis megtette, akkor azok a dolgok szenté váltak, mit kell velük csinálni? Hak szusz tiszarev, hogyha ez egy ruha, amit felajánlott, azt égess el, hogyha ez egy állat, akkor te aker, akkor azt el kell pusztítani. Hogy kell elpusztítani? Be kell zárni, rá kell zárni az ajtót, és amíg meg nem hal, éhen nem hal az állat. Azért, mert nem lehet megölni. Ez egy szent állat. És a pénzt, amit felajánlott, az menjen a Yama Melach, menjen a sóstengerbe.
Avárbe higdis. Most akkor térjünk vissza a gérhez. Ugye Rabbi Jochanan Zakkai beszüntette ezt, hogy a gér a betért az felajánljon pénzt arra félretéve, hogy majd ebből hozza a galambfiókákat. Mi van akkor, ha mégis valaki ezt megcsinálta? Akkor mi van? Avárbe higdis. Min ma de amár, Rabbi Simon bitla Rabbi Jochanan Zakkai kola, ha de amra, avárbe higdis, abból, hogy Rabbi Simon fogalmazott, hogy beszüntették ezt a dolgot, Rabbi Jochanan Zakkai beszüntette azért, hogy ne történjen belőle baj, ebből úgy tudjuk, értjük, hogyha ha valaki mégis megcsinálja, akkor abból baj történhet. Magyarul, akkor az a pénz szent, ha valaki azt mondja, hogy én betérek, bla 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 bla, félreteszi a pénzt azért, hogy majd ebből hozza a galambokat, akkor az a pénz szenté vált. Rabbi Yuda antudarja, vai kumi, Rabbi Yossi, ha át amár kadeisú, ha át amár loj kadeisú. Azt mondja Rabbi Simon, azt mondja Rabbi Yuda, azt kérdezte, Rabbi Simon, szerinted azt mondod, hogy itt ez szenté válik, a gér, az, a betért által a galambfiókákra félretett pénz a szenté válik, de előtte meg azt mondtad, hogy a félsékel az nem válik szenté. Rabbi Simon szerint, akkor mi az igazság, mi a különbség a kettő között? Azt mondja, amellé támon, sem a hibban, a bájszképű sajnál veti taremtrum, azt mondja, iskámen a hadasom, ez mána bejegyben iszem, akkor már iszlak. Azt mondja, támon, van egy különbség. A félsékelnél van egy további probléma. Nem csak az a probléma, hogy amíg nem áll a szentély, nehogy előforduljon, valaki profán célra használja föl, mint ahogy az össze, hanem van egy másik probléma is. Fölépül a szentély, és már Nisan van, és egy új sékel ciklus van, és újra begyűjtik a sékeleket mindenkitől. A te sékeled meg egy régi tavalyi sékelt, már nem lehet használni. Akkor nem elég, hogy most nincs szentély, ha lesz szentély, akkor sem biztos, hogy lehet használni. És nem így a gérnek, a betértnek a galambfiókákra félretett pénz, az biztos, hogy fel fogja tudni használni, hogy befejezze az áldozást. Különben manapság mégis van egy szokás, hogy Purim előtt délután adunk egy félsékel adományt. Ugye ez valamilyen pénzből fél pénz kell, hogy legyen, ez csak adományra megy, de hogy a hagyomány megmaradjon, ezért akkor adjuk. Miért akkor adjuk? Mert mit tanultunk? Hogy Ádár elsőjén hirdetik ki, hogy sékelt kell adni, és 15-én vagy kirakják az asztalokat, hogy tessék a gyűjtő pontokat, tessék adni. Oké. Rava Munna, Rava Ádába, Rava Hába, Besém, Ráv, Rava Munna és Rava Ádába, Rava, Ráv nevében azt mondták, ha Lachak, Rabbi Simon, a Halacha az Rabbi Simon követi, tehát ha valaki fölajánlott félséket, vagy fölajánlotta a zsengéket, az nem válik szenté. Hádranalach, Perekala, Reikim, Szlikala, Meszeches, Skalim, befejeztük a Kala Reikin fejezetet, és be is fejeztük a Skalim könyvet. Hádranalach, Meszeches, Salim, Hádranalach, Dájtanalach, Meszeches, Skalim, Dájtahalan. Vissza fogunk térni hozzád Skalim könyve, és te is vissza fogsz térni hozzánk. Rajtad tartjuk a gondolatainkat, Skalim könyve, és te is rajtunk tartod a gondolataidat. Nincs semmi nach, Meszeches, Skalim. Nem fogunk elhagyni téged, Meszeches, Skalim, és te se hagyjál el bennünket. Lőj bálma, deim, lőj bálma, de azt írja, hogy felhagyni a lájmi szénes, hogy a szekham, hogy a szénes, 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 hogy a tanulás soha nem maradjon abban. Majd van átmalak, se tovább, hogy lehinom lesz én, és számtok el, kérdés, és mész, hogy edes, vagy számtok el, kérdés, vésség, kérdés, anumás kémi, hémas kémi, anumás kémi, nyilván tőre, hémas kémi, nyilván tőre, anumás 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 kémi, Anshay dami mirmo lechtsim bei mir man yachta bokh yatsum bei khan adi noy la hay shem shazar tan le saim sekh shkolim kent az zein laskem sakh es sfonim achenim simon legyen az akaratod örökül a istenem hogy ahogy befejeztük most a Skalim traktátust úgy legyen erőnk
tőled, hogy újabb és újabb könyveket tudjunk elkezdeni és befejezni, hogy tanuljunk, tanítsunk, megtartsunk, cselekedjünk, és véghez vigyük a te tórádnak szavait szeretettel, és mindazoknak a mestereknek a érdeme, és azoknak a bölcseknek, akik itt voltak, azoknak az érdeme, segítsen engem és leszármazottaimat, és soha ne maradjon el a Tóra tanulás hangja sem az én számból, sem a leszármazottaim, sem a leszármazottaim leszármazottainak szájából örökkön örökké, és teljesüljön bennem az, ami írva van, hogy útközben tanításul legyen ezt neked, és lefekvéskor vigyázzon te rád, és amikor fölkelsz, ez legyen a te beszéd, szád beszéde, mert általad lesznek sokak a napjaim, és lesz hosszú az életed. Öjjönek még van, hogy szóval is, hogy adni női hajzmán, adni női hajzlámú itén, adni női vannak, az álmolyva salaj. Köszönjük szépen mindenkinek, drága barátaim, befejeztük a Skalim traktátust. Holnap reggel ugyanígy, ugyanekkor folytatjuk a Rosh Hashana traktátust, az új év traktátusát. Ma este pedig mindenki meg fogja találni remélhetőleg az első lap próbafordítást a napitalmud.hu aktuális helyszínén. Skajak mindenkinek!